igazából tényleg, ahogy már többször is mondtam, én úgy nem is nagyon mertem remélni, hogy a 2013-as évnél még jobb évet sikerül zárnom. Úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg a 2014 még jobb volt, mint a tavalyi, úgy gondolom. Úgyhogy azon vagyunk, hogy a következő évek is hasonlóak legyenek. Itt már mindenki két évvel későbbre gondol, és Rióról beszélget. Fejben ott van ez neked ilyenkor, vagy már pici terhes, hogy mindenki Rióról kérdez? Én megmondom őszintén, hogy nagyon terhet nem érzek. Persze azon vagyunk, hogy Rióban minél jobban szerepeljek, de nagyon élvezem az oda vezető utat. Tehát minden versenyt is, és tényleg igazából én az edzéseket és a felkészülést is nagyon élvezem. Úgyhogy én tényleg így megvan a nagy cél, az Rió, de bármi lesz Rióban, mindenféleképpen megérte, és nagyon élvezem az oda vezető utat. Szeretném, hogyha 2015-ben sikerülne egyesben előrébb lépnem, és beérne az a sok munka, amit most beleteszek a zsákba. 2015-öt szeretném sikeresebben zárni, majd mint 2014 volt. Az Európa-bajnokságon sem úgy teljesítettem, ahogy szerettem volna, a világbajnokságon pedig már el sem tudtam indulni a lábtörésem miatt. 2015 ugye már a ritmikus gimnasztikázónak rendkívül fontos olimpiai kvalifikációs év. Szeretnék vótát szerezni. Mindenképp nagyon nehéz lesz mindegyik. A Etóval is, és a válogatottal is, de kívánom, hogy a kitűzött célok mindenkinek sikerüljenek, úgyhogy egy világbajnoki kvalifikáció és egy BL győzelem, Final Four, inkább mondom, hogy Final Four, mert azért mindenki tudja, hogy mi van Győrbe most, elég nagy a sérülés hullám és minden hiányzókkal, de ezt mondom, hogy egy világbajnoki kvalifikáció és egy Final Four. Sérülésmentes. Ugye az, most, hogy volt ez a térműtétem, azok után mindenképpen azt mondhatom, hogy az a legeslegfontosabb. Majd az, hogy csapattal folytatódjon ez a jó széria, tényleg amit elkezdtünk, ez a mentalitás és ez a szellem, amit képvisel a csapat, ez nagyon-nagyon pozitív. Úgy gondolom, ha ezen az úton megyünk tovább, akkor nagyon szép tavaszunk is lehet. Bízom benne, hogy a csapatot sikerül együtt tartani, mert azért ez egy kulcs szerep, és ha még lehet, akkor még lehet egy-két erősítés is, ugye, mert én már azért úgy számolok, hogy én bízom a csapatba, és azért nagyon bízom, hogy Európa kupás helyezést azért elér a csapat, és oda viszont tényleg megkerülteni a keretet azért, mert nyár viszont nagyon kevés idő lesz arra, hogy felkészüljünk, és itt lesz nagyon az egy félre az új játékosoknak is, hogy lesz. Kedjenek. Rengeteg felkérésem van, a következő utam az Athénba lesz egy rövid fellépésre, a világbajnokság pedig Csehországban lesz augusztusban, igazából az a cél, hogy arra felkészüljek, a felkérések pedig folyamatosan jönnek, azok mindig meglepetések, hogy hová utazom. Azt kívánom, hogy ha már ugye aktív sportolóként nem vehetek részt a ringben, bizonyos összecsapásokon, azért edzőként ott állhassak a ringsarokba, és minél több srácomnak, minél több tanítványomnak lehessek eredményes edzője. A csapat szempontjában mindenféleképpen egy betegségektől és sérülésmentes szezont várok, és ennek megfelelően egy nagyon szép szezonbefejezést áprilisra. A válogatottal pedig egy nagyon jó helytállást, egy nagyon szép helytállást, és egy esetleges szép eredményt a hazai Európa-bajnokságon. Ha visszagondolok arra, hogy tavaly ilyenkor mit éreztem Herning után, és mondjuk most mit érzek, akkor ég és föld a különbség. Már önmagában abban, hogy sokkal frissebb vagyok mentálisan, sokkal jobban érzem magam, sokkal jobban várom azt az elkövetkező két évet, nem csak azért, mert könnyebb lesz, mint korábban, mert sokkal-sokkal nehezebb lesz. Már volt szerencsém három olimpiára felkészülni, és mind a három nehezebb volt. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezt a tendenciát nézzük, akkor biztos vagyok benne, most lesz a legnehezebb felkészülés, de én ezt egyébként várom, és ezt új kihívásnak tekintem. Gyakorlatilag nekem ez adja az erőt, hogy végigmenjek azon az úton, amin pontosan tudom, hogy végig kell menni, és hogy mit kell megcsinálnom, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez az év nagyon fontos volt arra, hogy egy kicsit ki tudjak zökkenni abból az elmúlt fél évtizedes, vagy az elmúlt öt éves edzés terhelésből, edzéshajszából, versenyhajszából, hogy egy kicsit levegőt tudjak venni, egy kicsit úgy tudjak készülni, hogy egy kicsit leveszem magamról a terhet, hogy most erre a berlini elbére nem készülök annyira, inkább a rövid pályást veszem, vagy fogom majd jobban fontosnak tartani, amire egyébként lényegesen könnyebb felkészülni, tehát ugye ez nem titok, szerintem aki egy kicsit is ért az úszáshoz, ez pontosan tudja, úgyhogy én pontosan ezért nagyon várom az elkövetkező két évet, mert érzek magamban bőven annyit, hogy végig tudjam csinálni, és hát nagyon kívánom és bízom
bízok abban, hogy nem fog sérülés se betegség hátráltatni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy azokat a célokat el fogom tudni érni, amit kitűztem magam elé. A világranglistát szeretném a helyezésemet megtartani, hosszú távon, még egy jó pár évig, tehát így a legjobb 30-ba szeretnék maradni. Most úgy számoltuk ki, hogy ilyen 15 körül jövök fel a világranglistán. Lesz természetesen Európa-bajnokság, az egyik célom, hogy egy egyéni érem,